Köszöntök mindenkit a sajtótájékoztatón. Egy gólos hazai siker született a nemzetközi kvalifikáció és csúcs összecsapáson. Először a vendégcsapat vezetőedzőjét, Szabó Lászlót. Alapvetően túl azon, hogy csalódottak vagyunk, ezt elmondhatom egyértelműen, hiszen nem is szerettünk volna, nem sikerült, ebben nagy össze volt annak, hogy a mezőkövet jól játszott, gratulálok még a győzelemhez. Azt gondolom, hogy átlövő teljesítménybe kerültek minket, és hát igazából nem tudtuk azt a nyugodt játékot játszani, mert készültünk, nem tudtuk kontrollálni a játéknak a sebességét, a védekezésünk sem volt olyan jól záró, mint eddig, és úgy gondolom, hogy sok ilyen apró kis idézőjelben hiba vezetett oda, hogy a kiadott helyzetek nem is beszélve, de végén teljesen megérdemeltem hozzá, teszem, hogy ezek olyan sikert született. Részem nem köszönöm. Tudjátok, milyen mérkőzést a számítottam? Gondoltam, hogy egy parázs hangulatú mérkőzés lesz, hogy mindig ugyan az ember, hogy jó, hogy nem lesz egy könnyű mérkőzés, így is készültünk neki, gondolom, hogy túl sokat vártunk egymásra a meccsen, aztán ez később megbosszult önmagát. Sajnos sokat hibáztunk a kapusára, ahogy mondta a show is, ennyit nem hibáztatunk egy meccsen, készülünk tovább, megyünk ki fogjuk javítani a hibáinkat, aztán ezeket a pontokat vissza kell hozni máshol. Én már kérdőnök, hogy hazaérsz, hogy először az összes pácsot. Én először is meg szeretném a fiúknak köszönni a teljesítményt, mert én nagyon jó csapatnak tartom a csúgót, és szerintem most nem fogok azon, hogy mit mutattak, vagy nem mutattak, nekünk ugye bravo kellett. Én ezt mondtam a meccsemet is, és sikerült nekünk úgy játszani a védelembe is, meg a támadásba is, fegyelmezettek voltunk, és hát mindenki, aki hozzájúlt, vagy aki bele, aki bárra jutott, valamit hozzátett, csak így lehetett a csapat ellen nyerni. Én örülök, hogy a szurkolók visszajöttek, nem fogom ilyen pénóta ki, hogy minden sokkal jobb így játszani. És remélem, hogy egy picit beindít minket, mert már nagyon kellettek, nem csak ahhoz, hogy a bajnokságban mennyi pontunk van, de a munkához is, mert minden héten kell dolgozunk, és azért más dolgozni tovább, hogyha győztük. Ennyi. Szerintem miért tudjuk átlékeni az állítani? Fölkészültünk a vacsorától a héten, olyan kemény meccset játszottunk, amire számítottunk. Nagyon jól összeszedetten támadtunk, és kiemelkedő volt szerintem a védekezésünk, mögöttünk egy nagyon jó kapus teljesítménnyel, és szeretném megköszönni a szurkolóknak, hogy újra mellettünk álltak. Újra egy csapat voltak a játékosok és a szurkolók is. Nagyon szépen köszönjük a biztatást. Tisztelen, van a kérdésed? Nincs egy köszönöm. Hétközi események befolyásolták szerinted a mérkőzést? Vagy a hozzáállásunkat? Nem. Ugyanúgy nem próbáltuk kizárni ezt, ami itt történt a hétköznap. Szerintem sikerült. Becsülettel ugyanúgy készültünk tovább. Aminek meg lehet egy bölcsi szerencsét. Sútrén Lászlót kérdezem, hogy cél még a, hogy lehet esélyük a Benzéla megszerzésére, hogy látja most? Elnézést, ezt nem értem ezt a bajnokságon Benzélemre milyen esélyek? A csúrdónak? Nem volt cél ebben a szezonban a csúrdónak a Benzélem. A Stefán Csabor a legjobb játékos, amit tavalyi gólkirályát eladtuk, és innentől kezdve mi semmivel nem vagyunk jobb, mint a többi csapat. Ez egy bravúr, hogy mi a 4.